Fiatalok is segítettek, Hódmezővásárhelyről érkezett középiskolai adomány Máté Szalkára. Illegális hulladék, 400 festékes hordót szállítanak el Balkányi Szakoly határából. Folyamatosan érkeznek a menekültek a háború sújtotta Ukrajnából, és azok az adományok is, amelyeket a bajba jutottak, kaphatnak meg. Hódmezővásárhelyről jelentős mennyiségű segélyszállítmány érkezett Máté Szalkára. Az adományokat a Város Szakképzési Centruma ajánlotta fel a Máté Szalkaiaknak, melynek iskoláiban több mint 300 kárpátaljai diák tanul. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Aranyos Apátiban egy hatalmas logisztikai központot alakítottak ki az ország valamennyi részéről érkező segélyszállítmányok elraktározására. Magyarország már több mint 200 ezer menekültet fogadott be Ukrajnából. Igen, a csokoládét odaadom. Termékkörök szerint szortírozzák az adományokat Aranyos Apátiban a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. Egy egykori húsüzem 5000 négyzetméteres raktárát alakították át logisztikai központtá. Mivel a határtérség gyűjtőpontjai már megteltek, ide szállítják azokat a segélyeket, amire a későbbiekben lesz szükség. A raktárban már több mint 40 tonna áru kapott helyet, a Magyarországra érkezőket és a Kárpátalján maradt embereket is ebből látják el. Ezt a raktárat azt a tulajdonos ingyen és bérmentve biztosítja a Vöröskereszt számára. Ebben a raktárba érkeznek azok az adományok, amelyeket Magyarországról, az Európai Unióból, vagy éppen a magyar kormány biztosít a Vöröskereszt számára. Ebből a raktárból kerülnek kiszolgálásra azok a gyűjtőpontok, regisztrációs pontok, vagy melegedők, amelyekbe az Ukrajnából érkező menekültek érkeznek. És természetesen Kárpátaljára is segélyszállítmányok fognak indulni, nagyobb segélyszállítmányok a Híd-Kárpátalja összefogás jegyében. Ez pedig már Máté Szalka. Itt a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum küldött adományokat a Máté Szalkai Szakképzési Centrumban tanuló kárpátaljai diákok megsegítésére. Tartós élelmiszer, több ezer pólót, pulóvert, zoknit, különböző tisztálkodási szereket, sőt háztartási eszközöket is tartalmazott a szállítmány. A Hódmezővásárhelyi Intézmény kancellárja azt mondta, már Csongrád Csanád megyébe is megérkeztek a menekültek, elszállásolásban és kapcsolattartásban is segítenek nekik. Mindenki, aki figyeli a történéseket, az aggodalommal tekint erre, aggodalommal a kárpátaljai magyarokért és aggodalommal az ukrán népért. Egyébként minket is elértek már a menekültek, azon a szinten, hogy Makón megnyitottuk az egyik kollégiumunkat, ahol ukrán munkásoknak a családjait szállásoltuk már el, körülbelül 40 főre számítunk, eddig 4-5 család érkezett meg. Ők itt dolgoznak Makón, egy építkezésen, és a család egyesítést segítjük, támogatjuk ezzel. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum iskoláiban összesen 308 kárpátaljai diák tanul. Nagy részük, amikor meghallotta a háború kitörését, azonnal hazautazott családjához. Sokan a rokonokkal együtt érkeztek vissza Magyarországra, de 60 tanuló továbbra is ukrán területen van. A Máté Szalkaiak nincsenek egyedül a segítségnyújtásban, országos szinten fogtak össze az intézmények. Az a tudat, hogy ha az ország 41 szakképzési centruma egy emberként fogott össze, keresték az alkalmat, a lehetőséget a velünk való kapcsolatra, és ennek eredményeképp, mint amit magunk mögött is látunk, szinte napi rendszerességgel ma is 6 centrum adományát fogadjuk és tározzuk be. Szóval ez egy szívet melengető és felemelő érzés, hogy ennyien segítik és támogatják a mi munkánkat, illetve ezen keresztül a kárpátaljai gyerekekét. A háború mindeközben továbbra is tart. Az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások csütörtökön nem vezettek eredményre. Az elmúlt két hétben már több mint 200 ezer menekült jött át Magyarországra. Elszállítják és megsemmisítik azt a több mint 400 hordó veszélyes hulladékot, melyet a Szakoly-Balkány határában fekvő telepen tároltak illegálisan. A mérgező vegyi anyagok felszámolását a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal végzi, amely hulladékgazdálkodási hatóságként egy év alatt 12 ezer köbméter illegálisan lerakott hulladékot szállítatott el a megyéből.
Ez a lyuk egy 2009-ben történt robbanás során keletkezett ezen a tetőn. A Balkány és Szakoly határán lévő épületben és környékén 2004-ben több mint 580 hordónyi a festékiparban keletkezett veszélyes hulladékot helyeztek el illegálisan. Jelenleg 411 hordó van a telepen, melynek elszállítását ma kezdte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. Román István kormánymegbízott elmondta, az illegális lerakóval kapcsolatos több évtizedes jogi húzavona most lezárult. A hordókat elszállítják, amelynek költségét mintegy 15 millió forintot az ingatlan tulajdonosának kell kifizetni. Amennyiben nem történik meg az illegálisan lerakott hulladéknak az elszállítása, akkor az telekkönyvileg ráterhelése kerül az adott ingatlanra. Ugye ezeknek a jogszabályi változásoknak és a munkánknak köszönhetően az elmúlt egy évben 2 millió kilogramm illegálisan lerakott hulladéktól sikerült a megyét megszabadítani. Ez még azt látjuk, hogy még rengeteg feladat van, és ez egy óriási teher és óriási probléma, úgyhogy mindenkit arra tudnék továbbra is biztatni, hogy ha illegálisan lerakott hulladékot lát valahol, akkor például a hulladékradar applikáción keresztül ez bejelenteti nagyon egyszerűen a GPS koordináták közlésével, és a kollégáink pedig eljárnak ezekben az ügyekben. Ez az illegális lerakó közel 20 éven át jelentett veszélyforrást a környező településen élők számára. A közelben ugyanis egy vízmű üzemel. Ugye a Balkányi vízmű két településnek szolgáltatja a vizet, de ez a vízmű hálózat egészen Bocskai kertig tart. Tehát Balkány, Geszteréd, Bökönny, Bocskai kert. Több tízezer embernek veszélyeztethette a vízbázis. Az eseményen elhangzott, az illegális hulladék lerakó telepen korábban állandó szakhatósági vizsgálatokat végeztek, hogy megállapítsák, bármilyen módon mérgezi-e a környezetet az itt tárolt nagy mennyiségű vegyi anyag. Ha nagyobb robbanás lett volna, vagy szivárgás, akkor talajvízbe ezek a veszélyes anyagok belekerültek volna, és elszennyezték volna a vizeket, de szerencsére betonozott, fedett helyen volt. Legutoljára 2018 év végén a katasztrófa időigazgatóság mintázta is a területet, tehát semmilyen szennyezőanyag nem jutott ki. A szakemberek azt mondják, a megyében a Szakoly-Balkány határában lévő illegális lerakóhoz hasonló telepről nincs információ. Inkább kommunális és lomhulladék, valamint építési-bontási hulladékot találtak. Korlátozza a kormány az üzemanyagturizmust Magyarországon, hogy megállítsa a pánikszerű tankolási lázat. Csütörtökön arról döntöttek, hogy a teherautók és a külföldi kisebb szállító járművek nem tankolhatnak a kedvezményes áru üzemanyagból. A benzinturizmus és a növekvő tranzitforgalom és az elmúlt napokban tapasztalt pánikkeltés miatt jelentősen megnőtt az üzemanyagfogyasztás, ezért a MOL-lal egyeztetve három döntést hoztunk meg, amelyek biztosítják a benzinárstopp fenntarthatóságát. Az első, hogy a 7,5 tonna feletti gépjárművek, kamionok és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautóknak csak a nagynyomású kútosztopoknál lehet tankolni, ahol a gázolaj értékesítése piaci áron történik. Ezzel az intézkedéssel az üzleti érdekből zajló benzinturizmust igyekszik visszaszorítani a kormány, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A személygépkocsik és a 7,5 tonna alatti magyar teherautók továbbra is jogosultak 480 forintos áron üzemanyaghoz jutni. Fontos kivétel továbbá, hogy a mezőgazdasági erőgépek, függetlenül attól, hogy hány tonnát nyomnak, továbbra is benzinárstoppos áron vásárolhatnak üzemanyagot. Nyírpazonyban pénteken már alig álltak sorban a töltőállomáson. Két napja indult a roham a kutakon. Országosan a MOL adatai szerint háromszor annyi üzemanyag fogyott naponta, mint átlagosan. A holtankoljak.hu elemzője azt mondta, jelentősen csökkenti a terhelést a kormány csütörtöki döntése. Azzal, hogy a tranzit, vagyis a külföldi kamionoknak a tankolása az piaci áron fog vasárnaptól megtörténni, ez mindenképpen tehermentesíteni fogja ezeket a tranzit útvonalakat és azokat a benzinkutakat, amelyek emiatt úgymond szenvedtek, úgymond túlterheltségükben. Aztán ezen felül a szakma többi tagja, gondolok itt azért a vidéki benzinkutakra és azokra, akiknél nincsenek ilyen nagy nyomású töltőpisztolyok, aminek keresztül lehet úgymond piaci áron értékesíteni, próbálnak majd a leírtak alapján megfelelni
a rendeletnek, de a hatásaira nehéz még bármit is mondani, úgyhogy mai nap folyamán még a héten érvényes szabályok szerint működik mindenki. A szakember elmondta, a környező országokban az üzemanyag literenkénti ára meghaladja a 700 forintot. A MOL állomásain a magas nyomású kútfejeknél várható literenkénti összeg 680 forint lesz. A szakemberek hangsúlyozzák, elég üzemanyag áll rendelkezésre Magyarországon. A kormány amellett, hogy az üzemanyag jövedéki adóját 20 forinttal csökkentette, az indokolatlan pánikkeltésért, illetve rémhírterjesztésért felelős polgárokkal szemben eljárás indítását szorgalmazta. Kemecse megalapításának 800 éves évfordulójára emlékeztek a településen, konferenciát szerveztek és vándorkiállítást hoztak létre a megyei könyvtár segítségével. 18. alkalommal adott otthont a kemecsei Arany János Református Általános Iskola és Művészeti Iskola a település saját szervezésű helytörténeti konferenciájának. A programot évről évre Luca János helytörténész, az iskola volt igazgatója, Kemecse tízpolgára koordinálja. Múltunk tisztelete jelenünk méltósága, vagy mondhatjuk jellemünk méltósága gondolat. Nagyon pregnáns, átható történelmi múltja van Kemecsének, és nagyon kiváló történelem tanárai voltak, és így 1974. februárban, amikor ebbe az iskola kapuján beléptem, megfogott ez a szellem. A Megyei Honismereti Egyesület és a Kemecse Város Önkormányzata immáron a 18. helytörténeti konferenciát szervezi, és ez a két egyesület, ez a két szervező nagy mértékben hozzájárult a sajtónyilvánosságával, hogy egy megyei szintű konferencia sorozatot tarthatunk. A város büszke rangjára, múltjára, gyökereire, az 1995-ben megnyílt helytörténeti múzeumra, az ott élők identitását erősítő konferenciára és az azzal egyidős, a várossá válás tiszteletére elindított kemecsei helytörténeti krónikára. A jó indulatú és bátorító támogatás és hozzáállás a legfontosabb, hiszen azok az emberek, akik ezt csinálják, azok Kemecséhez kötődnek, vagy itt születtek, vagy itt dolgoznak, vagy itt élték gyermekkorukat, és elhivatottak azért, hogy a település múltját kutassák. Nagyon sok mindent felszínre hozott az elmúlt 18 esztendőben ez az előadás sorozat, hiszen a várossá válásunk hozta ezt létre, magát ezt az eseményt, és a várossá válás, tehát egy idős 18 éve leszünk most már lassan város, ezzel egy idős maga a helytörténeti konferencia is, nagyon sok kiadvány, nagyon sok értékes előadás, ezek mind rögzítésre kerültek, és nagyon fontos az, hogy tiszteljük a múltunkat, föltárjuk azokat az eseményeket, azokat az embereket, akik tettek valamit a településért, példaképként állítsuk a településnek. A hétvégi konferencián 4 előadást hallgathattak meg a jelenlévők. Az első előadást a településről származó fiatal történész doktorandusz tartotta. A történelem mindig is nagyon fontos szerepet töltött be az életemben, mindig is nagyon érdeklődtem iránta, és mindemellett nagyon fontos volt az is, hogy azért itt a helyi önkormányzat és nagyon támogatja, és fontos számára ez a mikroszinten, ez az identitásképző szerepe a helyi történelemnek, helytörténetnek, és ennek az ászlós hajója. Azért Luca János volt iskolaigazgató és helytörténész, aki mindvégig segítette a munkámat, de azért nagyon fontos megemlíteni, Kozma Sándor volt tanár úrnak is a helytörténeti munkáit, amelyek mind olyan adalékot adtak Kemecse történetéhez, amelyeket már fiatal koromban is forgattak, és így relatíve kézenfekvő volt számomra, hogy középkorászként is szeretnék valamilyen adalékot én is nyújtani a közvetlen környezetemnek a történelméhez. A rendezvény keretében a konferencia látogatói megtekinthették a 6 települést bemutató Azok a 80-as évek című vándorkiállítást, amelyben Kemecse saját gyűjtésű anyaggal szerepel. 9 új kopjafa őrzi az 1905-ben a Szenkepatakban tragikusan elhunyt penyigei kislányok emlékét. A megújult emlékhelyet szimbolikusan nőnapon leplezték le. A helyiekben ma is erős az emlékezet. Ha a község temetőjében járnak, minden alkalommal virágot helyeznek el a vízbe fulladt kislányok tiszteletére.
Csendes a penyigei horgásztó, amelyet a Szenke-patak táplál. Tragédia lengibe ezt a helyet, 117 évvel ezelőtt 9 helyi kislány lelte itt halálát, amikor elsüllyedtek egy csónakban. A község temetőjében több mint 25 évvel ezelőtt valamennyiük sírja felett kopjafát emeltek. Ezek mára már elkoptak, az elhunytak emlékezetét pedig új kopjafák őrzik, amelyeket jelképesen nőnapon lepleztek le. 1905-ben a Szenkébe belefulladt 9 kislány, ami akkoriban nem csak a térséget rázta, hanem egész ország beszélt erről. Szerencsétlenül ültek be egy csónakba, a csónak egyik oldalán felfordult, felborult, és nem tudtak úszni a kislányok, és sajnos belefulladtak a Szenkébe. A Szenke az egy vízfolyás, folyónak sem neveznénk, de a penyigei életében meghatározó szerepet tölt be. Utas, nézd be a temetőkertbe, 9 kislány nyugszik egy szélébe. Isten veled 9 letört rózsa, szép csendesen nyugodjál a sírba. Az 1905-ös tragikus eseményt felidéző penyigei ballada részletét vésték a felújított sírhelyeket összefogó fatáblára. A helyiek emlékezete ma is erős, ha elhunyt hozzátartozójuk emlékhelyéhez látogatnak, mindig tesznek egy szál virágot a kislányok emlékhelyéhez. Nagyon sok penyigeinek a 9 kislány oldalági leszármazóin keresztül el lehet mondani, hogy van ott rokona, és az ötletgazda pont egy olyan illető volt, egy egyesületi elnök, akinek a nagymamájának a testvére volt, aki belefulladt. A nagymamája is ott ült a csónakban, de ő ki tudott úszni. Tehát élénken él az emberek emlékezetében is. Hát az a 1905. évben kezdetű népballada is elég sok ember számára ismert, nem csak Penyigén, nem csak a Fejér-Gyarmati térségben. Tegnap éppen itt a menekült hullával kapcsolatban egy kárpátaljai illetővel beszéltem, és ő is ismerte ezt a népballadát. Az 1905-ben elhunyt 9 kislány emlékére 9 darab koszorút is elhelyeztek nőnapon. Három hét szünet után játszik ismét bajnoki mérkőzést a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A tabella 11. helyén álló kék cápák az NB1 A csoport 24. fordulójában a 8. Szegedet fogadják. A mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. Az alapszakasz hajrája, a Magyar Kupa döntő és a rájátszás előtt a válogatott meccsei miatt még volt egy hosszabb szünet a bajnokságban, 3 hét állt a csapatok rendelkezésére. Nyíregyházán is igyekeztek hasznosan kihasználni ezt az időt, Pető Ákos vezetőedző elmondása szerint két része lehet bontani az elmúlt időszakot. Nagyon fontos volt a játékos keresés, és meg is találtuk, és új játékosunk is érkezett, és utána viszont el tudtunk már kezdeni rendesen dolgozni, tehát azt mondom, hogy az utolsó másfél hét volt az, ami már tényleg a minőségi és érdemi munkáról szólt, előtte inkább a rehabilitációról is lett az egyéni dolgokról volt szó, de úgy érzem, hogy tartalommal tudtuk megtölteni ezt a 3 hetet. Az új légiós, a 33 éves, 203 cm magas amerikai Alonso Coleman legutóbb a török másodosztályban szerepelt. Érkezésével a klub elköszönt Szetlődétől. Azt láttuk, hogy kicsit szerkezetben változtatnunk kell. Alapvetően elégedettek voltunk Szetnek a teljesítményével. A számok azt mutatták, hogy hasznos, ötödik légiósa volt a csapatnak. A padról érkezve tudott sokszor új energiákat bevinni a mérkőzésbe. Viszont nem egy klasszikus ötös pozíció a játékos volt, és sajnos ezen a poszton elfogytunk, hiszen nem úgy jöttek a teljesítmények esetleg másoktól sem, ahogy vártuk. Úgyhogy arra a döntésre jutottunk szakvezetés szinten, illetve az edzőkkel, hogy inkább egy ötös pozíciójú klasszikusabb centerre van szükségünk a továbbiakban. A jelenleg 11. helyen álló két cápák számára még elérhető a biztos bennmaradás jelentő 10. hely. Ehhez első lépésként a 8. Szegedet kell legyőznie Pető Ákos együttesének. Nehezen kezdték a szezont, a nemzetközi kupa miatt egy kicsikét hullámvölgyben voltak, de utána rendbe jöttek, légiós cseréltek. Azt gondolom, hogy a 4 légiósuk nagyon erős és nagyon jól tudnak együtt játszani, illetve a magyar magban úgy gondolom, hogy a Bognár Kristóf az válogatott szintű, illetve légiós szintű teljesítményt tud letenni, és nagyon jó kiegészítő emberek vannak. És ami nagyon nagy előnyük, hogy többen már ott vannak évek óta, és nagyon jó csapatkohézió van az edzőstábbal is, tehát ez mindenféleképpen előnyük. De úgy gondolom, hogy ha azt a támadójátékot tudjuk hozni, ami ránk jellemző, és védekezésben egy kicsit előrébb tudunk még lépni, visszaszorítani a kapott pontokat, bár nem lesz egyszerű, hiszen az egyik legpont erősebb játékos ott játszik Szegeden, akkor úgy gondolom, hogy
győzelmi esélyünk van, illetve hát győzni szeretnénk. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Szeged mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20 óra 30-tól láthatják a találkozót. A forduló további párosítása következő: Debrecen atomerőműese, Pécs Oroszlány, Körmend Sopron, Zalaegerszeg Albafehérvár, Szombathely Kecskemét és Kaposvár Szolnok. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Folyamatosan érkeznek a menekültek a háború sújtotta Ukrajnából, és azok az adományok is, amelyeket a bajba jutottak kaphatnak meg. Hódmezővásárhelyről jelentős mennyiségű segélyszállítmány érkezett Máté Szalkára. Az adományokat a Város Szakképzési Centruma ajánlotta fel a Máté Szalkaiaknak, melynek iskoláiban több mint 300 kárpátaljai diák tanul. Elszállítják és megsemmisítik azt a több mint 400 hordó veszélyes hulladékot, melyet a Szakoly-Balkány határában fekvő telepen tároltak illegálisan. A mérgező vegyi anyagok felszámolását a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal végzi, amely hulladékgazdálkodási hatóságként egy év alatt 12 ezer köbméter illegálisan lerakott hulladékot szállítatott el a megyéből. március 11-én pénteken a Kölcsey Televízió híradóját látták, szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hosszú hétvégét, viszontlátásra! Pénteken este derült idő várható, csapadék nem lesz, a hőmérséklet mínusz 6, mínusz 2 fok között alakul. Szombaton derült idő lesz, eső nem várható, napközben 3-8 fok valószínű. Vasárnap ugyancsak napos időre lehet számítani a szombatihoz hasonló hőmérsékleti értékekkel.